Az intézményben igyekeznek minden megnyitott ünnepivé varázsolni. Így történt ez most is, sőt egy mesét is eljátszottak a gyermekek. A galéria megnyitó egy kis énekkel, egy kis néptánccal indult, egy kis furuljázással színesítették a gyereket, majd eljátszották az Aranyszőrű Bárány című mesét. Mátyási Gábor munkáit 2000-ben mutatták be először az Ovi Galériában, azóta pedig rendszeresen meghívják az intézmény vezetői. Köszönöm az óvodapedagógusoknak, hogy én ide mindig úgymond hazajövök egy kicsit, mert abból a magyar néprajz kincsből ugyan könnyen tudok merítkezni a gyerekeknél, amit én magam is hirdetek, és próbálom átadni a nézőknek és a leendő, vagy az utókornak, beszéljünk el nagy szavakban. Itt a kicsik erre fogékonyak, és ha csak a magyarságunk eredetére, a szimbólumainkra, a meséinkre, dalainkra, és egyáltalán arra a képi világra, amit ránk hagytak örökül az ősök, ők már készségszinten fognak emlékezni, akkor szerintem eredményes volt ezen a... A gyermekek pedig nem csak műsorral készültek. Felvették a festőmellényt, ecsetet ragadtak, és a művésszel együtt alkottak. Befestettük azokat azt a nagy henget, meg még át kell tenni fehért, meg még el kell tenni sárga színt. És mi volt még ma? Mit csináltatok itt az Oviban? Hát... énekeltünk, meg még közben mutogattunk is. A festék mellett természetesen előkerült az olló, a ragasztó is, hiszen egy nem mindennapi dolog készült. Mátyási Gábor célja az volt, hogy az elgépesedő világban a gyermekek közelebb kerüljenek a kézzel készített alkotásokhoz. Egy háromdimenziós mese szobrot fogunk készíteni. Ugye ez már teljesen egyértelmű, ha már háromdimenziós, akkor szobor. Eljátszották a kicsik az Aranyszőrű Bárány történetét, beöltöztek jelmezbe, és egy olyan alkotás készül, ami térben, különböző szinteken fogja bemutatni a mesének a történetét. Ha valaki egyszerre néz rá, akkor is meg tudja érteni, hogy miről szól a történet, de körbejárva viszont az egész cselekményt végig lehet gondolni, és meg lehet nézni. Mátyási Gábor művei 3 hónapig díszítik az óvoda falait.